A közügyek vendége Ökrész Rozália, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje. Jó estét kívánok, köszöntöm itt nálunk. Jó estét. Láttuk a riportot, hogy a fiatalok már azon gondolkodnak, hogy milyen szakmát válaszolnak, vagy már tanuljanak tovább. Hát a fiataloknak, hogyha fiatalokról beszélgetünk, ugye a pályaválasztás után és az egyetem befejezése után, hát ott van a nagybetűs élet, dolgozni kell. Mit tesz Szerbia, hogy itthon tartsa a pályakezdő fiatalokat, azokat, akik most vágnak bele a nagybetűs életbe? Igen, ez egy nagyon fontos átmenet az oktatási rendszerből a munka rendszerébe. Már a COVID év idején, tehát 2020-ban elindult egy nagyon sikeres és hatékony program, aminek az első fizetésem nevű program, aminek keretében akkor 8,500 fiatalnak sikerült munkába állnia, tehát inkább ezt szakmai gyakorlatnak tudnánk nevezni, ugyanis 9 hónapig tartó szakmai gyakorlat. Bejelentkeztek a fiatalok, a 18-tól 30 éves fiatalok, és így tudtak azokkal a munkavállalókkal kapcsolatra lépni, akik természetesen érdeklődtek, illetve alkalmazni tudták őket szakmai továbbképzésre. El kell azt is mondani talán, hogy a fiatalok munkanélkülisége hatványozott a többi kategóriához viszonyítva, tehát a 18... De miért van ez így? Ők nem akarnak dolgozni, vagy egy munkaadó nem szívesen vesz fel egy fiatalt, mert ezt be kell tanítani? Kérdezem úgy is, mint a magyar igazgatója, hiszen ön egy munkaadó. Igen, van ez is benne, tehát egy kis bizalmatlanság, tehát be kell vezetni a fiatalokat. Talán nehéz, viszont én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon hálás dolog, és ez miatt mi is jelentkeztünk ebbe a programba. Jelentkeztünk 2020-ban is, és azt követően 2021-ben is. Sajnos 2020-ban, amikor felszerettünk volna venni 2 nyomdaipari dolgozót, 2 újságírót, egy marketinges fiatalt, kimaradtunk a programból, viszont 2021-ben, amikor másodízben hirdette meg Szerbia kormánya, a munkaügyi minisztérium, valamint a foglalkoztatási iroda, ekkor ismételten jelentkeztünk, és sikeresen, úgyhogy 4 fiatal újságíróval tudtunk kapcsolatba lépni, és munkába áll, úgymond munkába állítani őket. Tehát érdemes jelentkezni ezekre a programokra. Igen, érdemes is, és ehhez kapcsolódóan el szeretném mondani, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség talán sikerült a Vajdasági Magyar Szövetségnek oda hatnia, ugyanis amikor csütörtökönként havonta egyszer kérdéseket tehetünk a kormánynak a VMS nevében, én kérdést intéztem a pénzügyminiszterhez, hogy lehetséges-e, hogy a 10 000-en felül jelentkező fiatalok is kapjanak lehetőséget. Ugyanis a pályázat úgy volt kiírva, hogy csak 10 000 fiatal lesz támogatva, viszont még akkor folyamatban volt a pályázati kiírás, de már akkor több mint 13 000 fiatal jelentkezett. Úgyhogy én azzal érveltem a pénzügyminiszternél is, hogy ugye 2021 őszén már egy felfelő ívelő pályán volt Szerbia gazdasága a 2020-as borzasztóan nehéz COVID év után, és attól nincs jobb befektetés, mint a fiataloknak lehetőséget adni, ugyanis hogyha fiatalok nem lépnek munkába, akkor egyértelmű, hogy önbizalmukat vesztik, elodázzák a családalapítást, a gyermekvállalást, sőt, még gyakrabban fordul meg egyértelműen a fejükben az, hogy talán kivándoroljanak is. És a VMS-nek viszont elemérték a társadalomnak is, hogy a fiatalokat itt tartsuk a szülőföldünkön, és alapfeltétele, hogy munkához jussanak. Említette a gazdasági helyzetet, itt az előbb a közgazdász úrral beszélgettünk erről, és hogy hát eléggé válságos időket élünk itt az ukrán háború miatt. A szerb állam igyekszik ezt valahogy, hát úgy mondjam, segíteni az embereknek olyan szempontból, hogy az árakat féken tartja.
De hát ennek megvan a maga ára. Igen, megvan a maga ára. Költségvetés, ezt hogy bírjál? Igen, tehát a választások után, miután összeáll a 13. parlament az 1990 óta működő több párt rendszerben, ugye, tehát ez lesz a parlament 13. összetétele, miután megalakult, a kormány is remélem nem húzza el annyira az időt a kormányalakító. Akkor elsődleges feladata lesz a kormánynak, illetve a pénzügyminisztériumnak, hogy egy költségvetési módosítást dolgozzon ki, ugyanis a költségvetésnek mindkét oldalára már látható nyomást gyakorol, mondhatnám így, az energiahordozók világpiaci árának alakulása. A bevételi oldalon, mondjuk Szerbia szempontjából, tudjuk, hogy a jövedéki adó részesedést csökkentette az ország, ugyanis március 11-i hatállyal bevezette a jövedéki adó csökkenését, azt próbálván ellensúlyozni, hogy a kiskereskedelmi árak ne ugorjanak meg olyan magas szintekre. Tehát ez eleve kiesést fog eredményezni. És van honnan pótolni ezt a hiányt? Na most, hát ezt a hiányt, hát remélem. Tehát remélem, hogy azért a gazdasági aktivitások egy kellő szinten vannak, külföldi beruházások is működnek. Remélem, hogy az energia ára is, tehát a gáz árát valamilyen szinten Szerbia talán előnyösebb föltételekkel tudja beszerezni, ugyanis Európában ma már 1400 dollár az 1000 köbméter gáz ára, viszont Szerbia még legalább ebben a 6 hónapban ugye azon a kedvezményezett 270 dolláros áron fogja kapni. Aztán nagy gond volt mondjuk az energiaellátásban, a villanygazdaság szempontjából is, ugye, hogy a kolubarai szénbányában egy nagy meghibásodásra került sor, az országnak villanyáramot kellett behoznia. Természetesen ezekben a hónapokban nagyobb volt a fogyasztás is, úgyhogy itt is komoly kiesésekre kerül sor, amit aztán pótolni kell valamilyen szinten. Tehát át kell a költségvetés szerkezetét, mindenképpen át kell alakítani. Meglátjuk, hogy mi lesz a megoldás. Igen, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen.